Autizmussal élő, illetve figyelemzavaros gyerekeket nevelő szülőknek rendeztek úgynevezett léleköntő napot. Azt mondják, hogy szinte az összes gyereknek személyre szabott segítségre van szüksége, de ennek ellenére tapasztalataikkal sokat tudnak a családok segíteni egymásnak. Három gyermeket nevel ez a veszprémi házaspár, nagyobbik fiúk és lányuk kicsivel több figyelmet igényel. Az autizmus egyik típusával diagnosztizálták őket. Nehezen ismerkednek és kommunikálnak, sok minden másban viszont rendkívül tehetségesek. Nem annyira markánsak, egyértelműek az autizmus tünetei, okosak, kompenzálnak, de mondjuk mire hazaérnek, délutánra rettenetesen elfáradnak. Attól, hogy egyszerre ők két programot futtatnak a fejükben, figyelnek a tananyagra, ugyanakkor megy egy szociális program is, hogy meg tudjanak felelni, beilleszkedni a kortárs közösségbe. Több ezer autista és figyelemzavaros gyermek él Magyarországon. Tüneteik a legkülönbözőbbek és nem mindig egyértelműek, pedig fontos, hogy a szülők minél korábban kérjenek segítséget. Nagyon nehéz elfogadni azt, hogy valami nem kerek az én gyermekemmel, nem úgy fejlődik, de egy játszótéri szituációban, egy óvodai közegben látni lehet azokat a bizonyos felhívó jeleket, hogy az én gyerekem nem olyan, mint a többi, hogy másképp fejlődik, másképp viselkedik, megriad a sok embertől, visszahúzódóbb lesz. Az autista és figyelemzavaros gyermeket nevelő szülők a különféle terápiákkal ismerkedhettek meg szombaton a fővárosban. A Nem adom fel alapítvány szervezte a programot, hogy a családok a megfelelő intézményt és módszereket találják meg. Ezeknek a gyermekeknek ugyanis a mindennapokban speciális nevelésre és egyéni fejlesztésre van szükségük. Másképp viselkednek, mint az átlag. Megkülönböztetett figyelemre, személyre szabott segítségre van szükségük. Képesek vagyunk arra, hogy értsük és jól segítsük őket. Különösen akkor, ha azt is tudjuk, hogy hova fordulhatunk segítségért. És ha ez megvalósul, ha támasszá válunk a számukra abban, hogy az életük átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá váljon, akkor felfedezhetjük, mekkora értéket képvisel az ő jelenlétük a világban. A Nem adom fel alapítvány rendszeresen tart terápiás napokat, korai fejlesztő programjukhoz bárki csatlakozhat, önkénteseik otthoni foglalkozást is tartanak az autista és figyelemzavaros gyermekeknek.